Február 22-től újabb magyar filmpremiérnek örülhetünk. Breyer Ádám első egészestés nagy játékfilmje kerül bemutatásra, a Lefkovicsik gyászolnak, ami a Nemzeti Filmintézet inkubátor programjának a segítségével jöhetett létre, és itt van velünk maga a rendező Breyer Ádám. Szárusz Ádám, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Ugye nagyon jó szereposztás van, a főbb szerepekben egyébként Szabó Kimmel, Tamás, Bezerédi Zoltán látható, és a történet is nagyon különleges. Mesélj nekünk a filmnek az ötletéről, hogyan jött az ötlet, hogy egy ilyen filmet rendez. Alapvetően az mindenképp megvolt, hogy egy olyan történetet szeretnénk csinálni, ami komoly témával foglalkozik, de mégiscsak könnyedén. Tehát meg én általában azért ilyen filmeket szeretek nézni, és akkor ez volt a cél, hogy egy hasonló tónusú film jön létre. Ez egy zsidó szubkultúrában játszódó történet, és én kicsit azt éreztem, hogy én még nem láttam magyar filmet, ami nem, tehát a holokauszt témában láttunk filmet, de olyat, ami csak a hétköznapi zsidó szubkultúrában játszódik, és nincs köze a holokauszthoz, ilyet én még nem láttam, és azt gondoltam, hogy ez egy érdekes közeg, vagy legalábbis én a saját magam világában azt látom, hogy ez egy vicces, humoros érzelmekkel teli közeg, és ezt próbáltuk megfogni. Mi történik a főhősökkel, hogy egy kicsi ízelítőt adjunk a nézőknek, és miben rejlik ennek a különlegessége, ami miatt ezt a témát választottad ezen az egészen belül? Tehát röviden a filmnek a szinopszisa vagy története az, hogy a főhősünk egy idősödő boxedző, aki a feleségével lakik együtt, aki egy ilyen csupa szív, de teknős, kemény pasas, aki otthon edzi a diákjait, és ez történet, szóval korán rájövünk arra, hogy neki a fia Izraelben él, és ortodox zsidóvá vált mindeközben, de a két apa és fia nem állnak szóba egymással. És történetünk során meghal az anyuka, és apa és fia és az unoka összekényszerül ebbe a házba, hogy leboxolják a múltnak a konfliktusait, és valahogy elgyászolják az anyukát. Neked van valamilyen kötődésed a történettel kapcsolatban, saját életedből merítettél így, tehát ezt jól tudom? A kiinduló pontjaiban igen, azért konkrétan az egész egy fikció, de valójában azért a fikció is mindig lop a valóságból, tehát itt rengeteg ember, rengeteg ismerősnek a története morzsája van azért összeollózva, fikcióval kiegészítve, tehát hogy ebből a boxvilágból is, a zsidó világból is azért elég sok kutatómunka és megfigyelés és stb. Van azért beleollózva ebbe a történetbe, és humorral átitatva. Azt olvastam egy veled készült interjúban, hogy ugye amellett, hogy ezt a szubkultúrát szeretnétek bemutatni, tulajdonképpen a diszfunkcionális családokról is szeretnétek beszélni egy kicsit másként, és ezt is bemutatni így a nagy közönség számára. Sőt, én mindig azért azt mondom, hogy azért ez nem egy, tehát hogy ebbe a közegbe játszódik, de alapvetően ez egy családi film, tehát az alapvetően ez egy emberi történet, és mindenkinek szól, és azt szoktam viccelődni, hogy ez bárkinek szól, akinek volt apja, már pedig mindenkinek volt, tehát mindenkinek szól ez a film. Tehát diszfunkcionális család szerintem azért tágabb, mint amire gondolunk. Én azért általában észreveszem azt, hogy vannak ilyen ideális családok, és akkor egy kicsit megkapargatja az ember, akkor rádöbben, hogy azért hasonló problématikák, dinamikák működnek minden családban, és tehát minden családban megvan az, hogy különböző szeretett nyelveken beszélnek a különböző tagok, és hogy vannak ezért ebből konfliktusok, és hogy lehet ezeket összeegyeztetni, és persze egy filmben azért az ember elviszi ezeket mindig egy kicsit az extrém felé, hogy ezek jobban látszódjanak, és innentől kezdve a drámaisága és a humora is jobban kikerekedik ugyanezeknek a hétköznapi dinamikáknak, és jó látni, amikor olyan emberek, akiknek semmi köze nincs ez a szubkultúrához, azt mondják, hogy tök felismertem az apámat, pont ugyanez van nálunk is, tehát, hogy legyen ez szerintem a lényeg ennek a filmnek és az üzenete, sőt, legyen ez a visszajelzés a közönség részéről, két hét múlva bemutató. Nagyon sok sikert kívánunk ebben, és foglalkozunk köszönöm. Még szerintem ezzel a filmmel. Köszönöm.